arra a kérdésére, hogy mi volt életem meghatározó élménye, eseménye, elég nehéz válaszolnom, mert sok ilyen volt. Sok élmény volt, ami meghatározta, de talán mégis, ha választanom kell, időpontot mondok. 1945. áprilisa. Akkor szabadultam fel Buchenwaldban, náci lágerekből. Ez egy fantasztikus élmény, amit elmondani nem lehet. Ahányszor rá gondolok, átélem, felemelt kezekkel ordíthattam, szabadok vagyunk, wir sind frei, ami egy különleges érzés jelentett. És szinte ugyanilyen meghatározó élmény volt számomra az, hogy Eisenhower, az Egyesült Seregek főparancsnoka, egy rendeletet adott ki, miszerint a közeli települések, jelen esetben Weimar lakossága jön fel, és nézze meg, hogy mit csináltak. Hát főképpen nők jöttek, fiatalok, idősek, azok, akik fegyverfoghatási korban voltak, nyilván katonaruhában voltak valahol, és néztem, hogy jöttek. Hihetetlenül nézték, ahogy a buldozerekkel a nemrégiben megölt embereket tolták előre, hátra, egy helyre kis dombokat csináltak a holtakról. Egyesek úgy tették, hogy hihetetlen, nem hitték, hogy ők nem tudtak róla. Akkoriban nem is érdekelt, hogy tudtak vagy nem tudtak róla. Lehet, hogy nem tudtak, nem volt lényege számomra, de valaki csinálta, valaki, a férjük, a testvérük, a barátjuk, valaki ezt megcsinálta. Mennyire gyűlöltem ezeket. Olyan gyűlölet volt bennem, hogy ez elképesztő. De ugyanakkor egy jó érzésem volt. Másodszor születtem meg. Én az elmúlt század 20-as éveinek a végén születtem. Tordán. A tordai nagyapám háza egy nagy főtéri ház volt, ugyanabban a házban laktunk a szüleimmel. A Tordán volt egy zsidó iskola, mert abban a zsidó iskolában, ahol járt, elemi iskoláról van szó, tanított a Gyuri bácsi. De ez a Gyuri bácsi az osztrák-magyar monarchia terméke volt. 18-tól ő ott maradt, és lett kötelező módon románul tanítani. Elemi iskolásokat, ezt most mondom, véleményem szerint elemiskolás nyelvszínvonalon tanított. Ennyire tudhatott ő románul. Úgyhogy el lehetett képzelni, hogy mi mennyire tudtunk románul, ugyanis Torda valamennyi zsidó gyerek az osztrák-magyar monarchiában, oda-haza mindenkinek magyar anyanyelve volt, magyarul beszéltek, és jártuk abba a román iskolába, amelyet nem tudott még a tanító se románul. Így tanultuk meg mi a román nyelvet. Az első gimnáziumot én még Tordán jártam. Tudomásom szerint én voltam az egyetlen zsidó gyerek az osztályban. Adott pillanatban azt mondja az osztályfőnek, hittanóra, jobbra, menjetek a ortodoxok, görögkatolikusok külön. Sor erről eszembe jut az a következő vicc, amikor azt mondják, hogy Belgiumban összeverekedik rettenetesen a flamandok és a valonok. Bejön a tanító és ordít az, a flamandok jobbra, valonok balra. Ott áll Móriczka középen. Te mit állsz, hogy nem tetszett volna, mi belgák hova álljunk. Hát így voltam én valahogy ebben az időben. Én külön álltam, amikor elmentek vallásórára. Ezt viccesen mondom el, mert a valóságnak tény anyagban így felel meg. Érzésvilágban egy nagyon furcsa dolog ez. Mikor érzem, hogy nem tartozik valahova. A tengerhatalmon megállapodtak Közép-Európa újjárendezésében. Magyarország és Románia felkérésére Németország és Olaszország vállalta a döntőbíráskodás feladatát. Az új határ Szalontánál kezdődik, azután Nagyváradtól, Bánfi-Hunyadtól, Kolozsvártól délre vonul, és Torda körül, amely kívül maradt, beszögelést alkot.
Magyarország, mely a trianoni békeparancsban történelmi területének majd... A közismert antiszemita hullámok már végigjárták egész Európát, Romániát is, Tordáig is eljutottak, ezért átköltöztünk Kolozsvára. Mert Kolozsvár Magyarországhoz tartozott a bécsi döntés értelmében. Ez az elhatározás, ez nem fejvakarás mellett ment, vagy hetekig, hónapokig. Tudom, augusztus végén volt a bécsi döntés, és nagyon rövid időn belül kellett elhatározni. Mikor a bejövetelkor az ablakon kinézek, és bejön Horthy, és bejön a bevonuló hadsereg, én magam gyerekkorában érdekes, örömmel néztem, mert érdekes. Persze nem tudtam, ki az a Horthy, egy nagy bácsi, aki nagy főnök volt, hát nem érdekelt meg. A szüleim talán nem is érdekelték a személye, hanem az a korszak jött vissza. Gondolom én, hogy feltételezték az emlékezetükből azt, amitől megváltak 1918 után. ...1941 tavaszán költöztem ebben az épületben, és ebben a házban volt két lakás. Háromszobás lakás, ott laktunk mi, és a közös előszobából még egy kétszobás lakás nyílt. Nem lakott ott senki. Egy alkalommal csengettek. Jól öltözött úriember jelent meg. A Nussbaum család lakik itt? Igen, válaszoltam. Csak annyit szerettem mondani, hogy megérdeklődtem, hogy hol van egy szabad lakás, ugyanis engem kineveztek bírónak, én vidékről jövök Kolozsvára, és egy lakásra volt szükségem, és megérdeklődtem, hogy itten van még egy lakás, úgyhogy szeretnék ide költözni. Mivel ennyit mondott, a édesapám felállt, és azt mondja, ne tessék felállni, én meg kell mondjam önnek azt, hogy látom itten magának van két kisfia, nekem van egy sokkal nagyobb lányom és egy érettségiző fiam, tehát nagyobb gyerekeim vannak mindennek, és nekünk megértően, hogy egy nagyobb lakásra van a szükségünk, úgyhogy ide szeretnénk költözni az önök lakásában, és megkérném, hogy átköltözzenek önök abban a két szobában. Hát ott nincs fürdőszoba, hát azért próbálják meg, azért mégiscsak sikerülni fog önöknek. Talán megérti Nussbaum úr. Édesapám megértette, két héten belül átköltöztünk abba a kétszobás, fürdőszoba nélküli lakásba, mert 1940-es évek elejét írtuk, akkor ez természetes volt. Egy nagyon jó ismerős talált az apám, Kocka Istvánnak hívták, még a nevére is emlékszik. Ez egy, nem tudom, talán katolikus vagy református magyar ember volt. Én nem tudom, mit csináltak valamit együtt, de együtt csináltak. És a Kocka volt, az abban az időben egyáltalán én csúnya szót fogok használni, de valóságban nem csúnya, mert egy megszokott dolog volt abban az időben, Stroman volt. Stroman az német szó, ami annyit jelent, hogy szalma ember, vagy szalma bábú, egy bábú. Egy bábú, ami egy ember, csak éppen nem teljesít az emberi funkciókat. Tehát azt, amire ő vállalkozott, apám csinálta végig az ő neve alatt. Hogy hogyan osztoztak meg, nem tudom, fogalmam sincsen. De azt tudom, hogy nekünk mégis egy megélhetési volt, hogy egyáltalán éltünk. 42 lehetett talán. Mikor karácsonykor meghívott hozzájuk, karácsonykor a fához, egy nagyon-nagyon nehéz ezt elmondani olyanoknak, akik nem élték azt a korszakot, hogy nem egy vállalás volt a részéről, hogy meghívott hozzája karácsony estére. Mert láthatta a szomszéd azt, hogy a zsidót hívja. ...1940-ben a zsidó törvények miatt
A zsidó ifjúság nem járhatott iskolába. Numerus clausus, majd a későbbiek során numerus nullus volt. Tehát azt jelentette, hogy gyakorlatilag senki nem járhatott gimnáziumba. Ezért szükséget láttak, hogy egy zsidó gimnáziumot létesítsenek. Az itt látható épület tulajdonképpen a szomszédos zsidó kórháznak volt a raktárépülete. Felajánlották ezt a raktárépületet iskolának. Aztán felkértek mindenkit, aki tud, hozzon egy sámlit, egy széket, konyhaasztat, mindenki vigye, amit csak tud otthonról. Nem voltak iskolapadok, kicsi asztalkák voltak, és mindenkinek, amit hozott otthonról, egy sámlit, valamit, és másik csak kicsi széke volt, hogy kellett ágaskodja, mert nem volt más széke. Nem csak a zsidó diákokat menesztették az iskolákból, hanem a tanárokat is. Viszonylag nagyon könnyű helyzete volt az akkori kinevezett igazgatónak, Antal Márknak, hogy válogasson egész Magyarország összes kirakott egyetemi tanárai, középiskolai tanárai közül válassza ki, akit ő talál a legjobbnak. Hol volt iskolában, egyetemi tanárok menjenek középiskolába tanítani? De neki kellett állás. Egyetlen, ez sokszor kéne ismételgessem a szót, hogy egyetlen hely volt, ahol szabadok voltunk. Szabadon beszélhettünk, szabadon kérdezhettünk, szabadon mondhattunk mindenkit. A családban, otthon nem voltunk szabadok, sehol nem voltunk, csak az iskolában. Váratlan volt a momentum, nem volt váratlan az esemény. Szüleim nagyon számítottak, hogy valami történni fog. Nem kellett túlságosan sokat bíbelődni abban a két órában, hogy a legszükségesebbet magunkhoz vegyük. Innen magasról jól látszik az a terület, ahol annak idején volt a kolozsvári gettó. A tények beszédesek, elmondanak mindegy, ekkora helyre, akár mekkora is volt ez az úgynevezett téglagyár területe, 18 ezer embert zsúfoltak össze. Az igazság az, ami engem illet, én nem tudok úgy visszaemlékezni, mint ilyen szörnyű helyre, amilyen valóban volt. Összeterelődtek ottan, volt iskolatársaim, barátaim, kislányok, hancúroztunk, még talán puciloztunk is ottan, ha jól emlékszem, egy kislányjal udvarolgattam. Valahogy számomra úgy tűnt, mint egy olyan sátoros kirándulás. Ez az én emlékem, az én élményem. De ha megkérdezték volna például a szüleimet, feltételezem, ők szomjaztak. Én nem emlékszem, hogy szomjaztam volna. Feltételezem, hogy ők éheztek. Én nem emlékszem, hogy éheztem volna ebben a rövid periódusban, amíg ott voltunk. Azt mondták, hogy elvisznek minket kenyérmezőre. Nem is. Ez inkább utólag vésődött az agyamba. Nem érdekelt, nem töröttem. A
törékeny édesanyám, aki még kertet se tudott volna megművelni, milyen mezőgazdasági munkára. Édesapám, aki Olaszországban szerzett doktorátust, hogy ő vetni fog, aratni, vagy mit fog csinálni ottan, hogyan fogja ezt csinálni. Én nem gondoltam erre, hogy általában mi lesz a jövőnk. Ez teljesen elkerült a figyelmemet. Három hét után az első transporttal bevonulíroztak minket. A teljesen ismert körülmények között, marhavagonokba, ahol el lehet képzelni 70 ember. Gyerek, öreg, asszony, férfi, beteg. A vagonba két nagy ilyen hordószerűség, ahol a fiziológiai szükségletet kell elvégezni. Át kellett mászni embereken. Nem volt hely, még leülni se volt, hogy el lehessen jutni ahhoz a hordóhoz. Voltak idősek, betegek, nyilván, ahogy mondják, magukra piszkoltak. Az utazás tartott 4 nap, és így érkeztünk meg egy állomásra. Megállt a vonat végül. Nagy ordibálás, kiszállni a vagonokból. Egy olyan szót, amit eddig én nem hallottam soha, a los. A schnellt, azt még tudtam, hogy a gyorsaságot, de ez a kényszerítő szó, hogy los, a schnell és ordítással. Az első, amit mindenkire vonatkozott, nem tudtuk, hol vagyunk. Egy név, ami teljesen ismeretlen volt, Auschwitz. Nyilván mindenki megpróbálta ezt a kevés nem kofferit, mondjuk legalább cókmókját magával vinni. Nagy parancsok, hogy otthagyni mindent. Majd megkapjátok. Ilyen nyugtató szavak. Szinte azt kell mondani, hogy fel sem ócsúttam, hogy mi van. Amiről most említést teszek, talán időben sem tartott többet, mint ahogy most elmondom. Pár percről van szó. Férfiak külön, nők külön. Mi az, hogy külön? Liba sorba, felsorakozni, a nők külön menjenek. Bámulok, se többi. Anyám is külön megy a nőkhöz. És ennyi év után nem is jut eszembe, hogy utána néztem, hogy megcsokoltam volna, megöleltem volna anyámat, elbúcsúzok. De végig gondolom, hát miért búcsúztam volna? Hát nem volt szó róla, hogy elválunk. Csak most menjenek a nők külön. Mi esetleg mosdóba mennek a nők, férfiak külön. Annál is inkább, hogy mondták, hogy majd megkapjátok a csomagokat, külön mennek, majd találkoztok, majd később találkoztok. Hát miért ne hittem volna el, hogy találkozunk? És ez volt az utolsó alkalom, amire emlékszem, hogy anyámat láttam valaha. Hátulról, ahogy ment előre. Talán néhány másodpercig, ha néztem, tekintetem elfordult másfelé, a szöges drótok felé. Mik ezek a szöges drótok? Hát el tudtam képzelni valamit, de még nem láttam ilyesmit. És már libasorban kezdtünk haladni előre lassacskán. Én magam a cigánytáborba kerültem, aminek a neve fenn is maradt, a Zigeunerlager. Így is nevezték tulajdonképpen. És ezek voltak egy hosszú ideig a főnökeink. Hát igazán megpróbáltak, amennyire lehet, nem kesztyűs kézzel bánni velünk, sőt, nem gonosz főnökök voltak. Márpedig Auschwitzban ilyen úgynevezett főnököknek gyakorlatilag élet-halál joguk volt. Az otthonról hozott edényekből, amit hoztak az emberek, feltételezem csak az lehetett, mert nagyon különböző edények voltak. Valaki kapott a kezébe egy ilyen lámost, odaállt, és egy hordóból, ugyancsak egy fogoly, akinek bizonyos tisztsége volt, egy a merítő kanállal mért, mit tudom, 3 vagy 4-szer mért. 1, 2, 3, 4. Nem mutatott embere. Nem volt evőeszköz, nem volt semmi,
És akkor így sorra. Egy korty, te egy korty, és így ment a sor. Semmi evőeszköz nélkül. A hordót megrohanták, miután kiosztottak összes ételeket. Ketten, hárman, akik betudtak, fejjel hasuk kint a lábuk felfelé állt, próbálták a hordóra tapadt ételt kinyaldosni. Felhördültem önmagamban, hogy micsoda állati tevékenység, amit nem is olyan sokára örventem volna, ha én is hozzájutok, hogy kinyaljak valamilyen hordóból valami ételmaradékokat. Harmadik nap reggelén megint felsorakoztattak egy munkatranszportra Németországba. Kiválogatták apámat és engemet, a kicsi, nálam majdnem 2 évvel fiatalabb, amúgy is alacsonyabb termetű öcsémet, természetesen nem. Apám kérte arra, hogy próbálj kiszökni ebből, és sikerült nekem, vigyázz az öcsédre. Lényegében azt hiszem, ezek volt az utolsó szavak, amit hallottam az apámtól, mert elindult a sor, és ezzel a bizonyos munkatranszporttal elvittek az apámat. Egy lengyel fogoly, ilyen talán úgy nézett ránk, sajnálkozva a gyerekekre, és megszólított, és mondom, úgy hallottam, hogy van egy női láger. Azt mondja, igen, persze, hogy van. És mondom, anyámmal jöttünk együtt, hogy nem lehet valahogy a kapcsolatot teremtsek anyámmal. Én rám néz, ilyen mosolyjal felemelte a kezét, a bal kezét, és felfelé mutatott. Hát ott van anyád. Felnézek, mi az, hogy ott van? Hogy ott van? Nem látod a füstöt? Az az anyád, a füst. Ez volt az első kapcsolatom nekem is, talán a harmadik napot, hogy Auschwitzban van gázkamra, krematórium. ...1944 őszén egy legnagyobb zsidó ünnep alkalmában, akkor csinálta Mengele feltehetően szándékosan, nem véletlenül éppen azon a napon, a legnagyobb szelekcióját. Már maga az a szó, hogy szelekciót, ezt mindenki tudta. Naponta 8-10 ezer embert, hogy gázkamrába azt nem leéreztük, de elégették a füst. Ha csak egy disznót perzselnek, még milyen szaga van. Hát, hogy milyen szagot, nyomot hagyott maga után 8-10 ezer embernek minden nap az elégetése, az nem egy teljesen szaktalanul, hogy el lehet képzelni. Tehát nem volt már titok ott, nem volt mit titkolózni. Mondták, igen, szelekció lesz. És vártuk, amíg odaérkezik Mengele a mi blokkunkhoz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a mesztelen emberek állnak sorba, több százon, és akkor Mengele jön az elsőhöz, és végignéz. A végignéz alatt szó szerint kell érteni, ameddig én ezt elmondom, annyi ideig tartott, amit az ítélet, az élet-halál ítélet. Végignézett, és a kezével intett, volt, mikor glasszékesztyű, fehérkesztyűvel, balra vagy jobbra. És meg kell mondjam, még fütyült is opera áriákat, és nem is rosszul. Egy fiatal, 30-néhány éves, nagyon jó vágású fiatal ember fütyülve jobbra-balra integetett. Mi már akkor jól tudtuk, hogy melyik oldal a krematórium oldala. El lehet képzelni azt az érzést, mikor egy csomó fiatal ott áll, sorba vigyázválva, és így előtte mind jön, amíg hozzád ér, arra a néhány másodpercre, hogy tetőtől talpig végignézzen, és kész, és már integet, hogy az ítéletet meghozza. Így ment végül a szelekció, és ezen a szelekción az öcsémet, a 2 évvel fiatalabb, vagy majdnem 2 évvel fiatalabb öcsémet kiszelektálta. A véletlen úgy hozta, hogy abban az időben olyan nagy transportok jöttek, hogy foglalt volt a gázkamra.
Majdnem 3 napig tartották a gyerekeket úgy, akik tudták, hogy a gáz vár rájuk, mert nem volt hely a gázkamrába. Ki kellett várni, amíg sorra kerülhetnek. És egy olyasmiről beszélek, amit véleményem szerint senki sem menthet fel, amit tettem, és ugyanakkor senki sem ítélhet el. Egész életre való tragédiám ez nekem. És pedig a véletlen úgy hozta, hogy az egyik ilyen őrt, fogolyőrt, ismertem, és elmegyek hozzá, és mondom, de figyelj, nem engednéd ki az öcsémet? Rám, hogy képzeled? Hát felelünk nekem, nem engedhetem. Alig tehettem néhány lépést, 20-30 métert, utánam kell, talán mégis van egy lehetőség. Felcsillant a szemem természetesen. Mi az? És ide figyelj, keresél egy gyereket, olyan hozzá hasonlót, ilyen nagyságot, mindegy. Üzennyel, egy papírral, vagy amit akarsz, küldd el hozzám, és én meg fogom próbálni, hát ki tudom cserélni. A szám megvan. Nem névre ment semmire, számra. Hányan vannak benne? És tényleg találtam egy gyereket, és hogy képzeled? Te, hogy megyek? Hát tudod, hogy nem szabad még közelni, még a közelébe sem menni. Tényleg nem volt szabad menni ezeknek a barakoknak a közelébe. Mondom, te, én nem tudok, kitaláltam valami ürügyet, hogy én miért nem tudok menni, de nagyon fontos, te, hogy mondd meg neki, a fél kenyérporciómat neked. Felcsillant a szeme. Már önmaga is jellemző, hogy mit jelentett ez az Auschwitz. Ő vállalt, hogy egyáltalán maga az a tény, hogy egy rizikót vállalt, egy tiltott területre menni, egy fél adag kenyérért. Már az meggondolandó, hogy érdemes vállalni. Szóval jó. Azt hiszem írtam valamit, papíros valamit, nem tudom, valamit adtam oda. Elment, és azt hiszem nem tett meg 100-150 métert, 200, de még annyit sem. Rohantam, utána szaladtam, és egyszerűen ráugrottam, le is esett a földre, ráestem. Nem kell menjél. Hogy nem kell? De én megyek. Nem kell menjél. Így ordítom. És be kell vallanom, hogy amit tettem, egyáltalán nem morális szempontból. Nem gondolkodtam azon, hogy helyes vagy helytelen, amit teszek, hogy miért teszem. Ösztönösen ugrottam rá. Valahogy ösztönösen nem tudtam kicserélni az öcsémmel. Egyszerűen ösztönösen. Még arra is emlékszem, és ez volt a döntő dolog, ami megmarad benne, de nem adom vissza a kenyeret. Nem kell. Csak akkor nyugodott meg, hogy nem kell tovább menjen. Hogy nem kell visszahagyod, jó? És eljött néhány nap, az elkerülhetetlen megtörtént, elvitték a gyerekeket, vagy mindazokat, akik abban a barakban voltak, valamennyit elvitték a gázkamrába. Tulajdonképpen a Birkenauból. Én nagyon sokáig voltam ott, viszonylag nagyon sokáig mindenki igyekezett elmenni onnan. Már akkor ottan tudtam, hogy valóságos pokol, olyan értelemben, hogy nem hiszem, hogy valahol rosszabb lehet. Ilyen lehet, de rosszabb nem lehet már. Tehát, mikor az öcsémet kiszelektáltak és gázkamrába vitték, az első alkalommal megpróbálkoztam, hogy tovább menjek. Onnan, amikor elvittek egy transportba, egyenesen a Buchenwald körzetéhez tartozó, Buchenwald lágerihez tartozó munkalágerbe, amit Niederorschelnek hívtak. És a vezetője egy olyan fogoly volt, akit 1939-ben tartóztatott le a Gestapo, tehát már 6. éve volt. Na most, mikor megérkeztünk, ez menteni akar. Egy fogoly sorba álltunk, hogy minden megérkezéskor van a számbavétel. Elsuhant mellettünk, mellettem is,
egy ottani régebbi fogoly, és így, ahogy elsétál mellettem, azt mondja, mondd, hogy látszott, hogy nézek ki, mondd, hogy 17 éves vagy, és lakatos. Mellettem azt mondta, esztergályos. Hát csodálkozom, hogy Eszterg, én nem láttam esztergapot, hogy mondjam, hogy esztergály. Így, hogy átsúlva, és látom, hogy a kollégáim, barátaim, akivel voltam, azonnak is mind mond valamit. Hát az, hogy 17 éves, még mondhatom, egy nyurga, magasabb növés, olyan volt, körülbelül mostan nem sokat nőttem, még azóta, 16-17, általában elérik azt a megfelelő kort. Azt mondhatom, de hogy oda tesznek, hát én nem láttam még egy vasesztergát. Hát egyes sorba állítottak, lassacskán el kellett menni egy fogoly előtt, aki jegyzetelt és írta. Hogy hívnak? Mondok egy nevet. Számot. Bemondom a számot. Hány éves vagy? 17. Vasesztergályos tanonc. Hát valamit mondtam, hogy nehogy oda tennek tenni, mert hát valamit ki kellett találjak. A másik, az is lakatos tanonc, valamiket mindegyik mondott valamit. Később derült ki, hogy miért. A gyár, ahol dolgoztunk, két hatalmas nagy ilyen hangárból állt. Tulajdonképpen Junkers vadászrepülőgépeket csinálták ott. Az egyik terem abban a nagy hidegben fűtött volt. Persze nem a termet fűtötték, hanem a termeléshez kellett a vas feldolgozásához a kohók, amelyek működtek ottan. És a gyerekeket értem, akik még élő fiatalok, 15-16 évesek, lehetőleg a meleg helyre kerüljenek, mert a másik az nem volt fűtött. Később jöttünk rá erre a mentési akcióra. Na, tehát ott látszanak a reflektorok fent, amelyeket egész éjjel pásztázták a lágert. Ezt mindenhol megcsinált, Auschwitzban is, ott máshol is volt, és nyilvánvaló, hogy errefelé kevésbé volt értelme, de arrafelé járkáltak, tényleg járkáltak az SS-ek egész idő alatt egy őrséggel. Április 1-e éjszaka, kutyás SS-ek jöttek be a szállóhelyekre, és ordítani, lósz, gyorsan felöltözni, felkelni. Tehát arról volt szó, hogy közeledik a mi számunkra felszabadító hadsereg, tehát az ellenség, és ki kell üríteni a lágert, hova vigyenek? Az anyalágerbe, tehát ide Buchenwaldba. Bizonyos gyorsasággal terelték az embereket, akik nem tudtak lépést tartani, teljes lelki nyugalommal egyik SS lelőtte. Tehát ez az a kapu, ahol a foglyok beértek, beterelték, hogy így mondjam. Ez már kevésbé hamis szöveg, mint Auschwitzban. Az, hogy jedem da seine, mindenkinek, ami kijár. Értse mindenki, ahogy akarja ezt a szöveget, ki a lágerben van, nektek ez járt ki. Az erdőben egy csomó villa volt, ahol az SS tisztek családjukkal éltek, beleértve nyilván a gyerekeket is. És a gyerekeknek csináltak egy állatkertet. Az állatokat gondozták, az állatokat etették. Ott az állatkert látszik ottan, az a kőépület, az autóval elmegy. Elszórakoztak az SS gyerekek az állatokkal, miközben benéztek a nem emberekre, amit németül úgy neveznek Untermensch, itt rengeteg ibolya van itt különben. Az Untermensch emberi minőség alatti lények, azt jelenti. És nyugodtan benéztek, ezek nem számítak, akik itt lötyöknek. Képesek voltak elhozni ide szórakoztatni a gyerekeiket.
Tehát látható itten, ahol egy időben lehetett hatot elégetni, és éppen mostan csak arra gondolhatok, semmi másra, mint ahogy az újabb adatok szerint itten Buchenwaldba nem érkezett meg élve az apám abba a transportból, csak úgy elgondolva, vajon melyik nyílásba, melyik ajtónyílásba az égetőben kerülhetett az apám. Én nem tudom pontosan, ezt mai napig sem tudom, és nem vállalok felelősséget, amit most mondok. Volt egy szappan, amit kaptam én is, és mosdottam, úgy volt ráírva Riffs, Riff. Ami annyit jelent, tiszta zsidó zsiradék. Reine jüdische Fett. Hogy ez valóban a megölt emberek, kövérebb mondjuk embereknek a zsiradékait szedték ki az emberekből, és úgy csináltak a szappant, ami elvileg nem kizárt. Elvileg, hát nem kizárt. Azon kívül. Még volt egy jellege, amire pontosan emlékszem, hogy sokkal könnyebb volt, egész könnyű volt. Jobb minőségű volt, mit tudom, mit mondjak én. Emlékszem, ilyen kicsi fehér szappanka volt. De hogy ez igaz, vagy nem igaz, nem tudom, és nincs honnan tudjam. Mai napig sem tudom, de volt ilyen szappanotlan. Buchenwald egy jellegzetes politikai tábor volt. Ezt nem a zsidóknak építették, 37-től működött, a német kommunistáknak, szociáldemokraták, általában mindaz, aki antifasiszta volt abban az időszakban, azoknak a lágere volt. Közülük jó néhányan felszabadultak, és felszabadulás után előadásokat tartottak. Fiatalok voltunk, 15-16-17 évesek, már nagyon komoly kommunista előképzettsége, amennyire komolynak lehet ezt nevezni. De hogy mit éreztem, azt nem lehet elmondani. Az ember nem tudja, mikor születik, hogy amikor világra kerül, hogy milyen lesz a sorsa. Akkor, amikor felszabadultam, egy újabb születés volt, de amikor már tudtam, hogy egész más világba kerülök, hogy már nem kell hátra néznem 10 lépés után, vagy 5 lépés után, hogy ott az őr a hátam mögött. Kialakult 3 csoport, és elég rövid idő alatt. Az egyik csoport, az én oda-vissza nem megyek, akárhova a világon, ahonnan engem egyszer deportáltak. Én nem akarok. Jó, de szüleid, meg fogom találni, ha léteznek minden, de én még egyszer a lábamat ott nem teszem be, én vissza nem megyek. Ott egy második csoport, azt mondja, én vissza nem megyek, pontosan Palesztinába megyek. Csak ő meghatározza, a másik mindegy, hogy hova megy. És a harmadik csoport, amely nagy befolyása alá került az ottani kommunistáknak, hogy egy új világot menjünk haza építeni, amely nem fog hasonlítani a régihez. Ti vagytok az új világ katonái, stb. Az, ami nagyon komolyan a lelkébe ment, igen sok fiatalnak, többi között nekem is, hogy hazamegyünk és egy új világot építünk.
viszontagságos út után, ami néhány hétig tartott, hazaérkeztem Kolozsvára. És nézek, és mondom, 16 éves vagyok, nekem nincs lakásom. Mert már lakott valaki abban a lakásban, ahol voltam. Nekem nincs pénzem, én még az iskoláimat nem fejeztem be, mesterségem sincsen. Persze nem, én ezt magamban mondtam, de hát valószínűleg a többi visszatért fiatal is ugyanezt mondta magáról. Hát nem hasonlíthatjuk össze a mai utcagyerekkel éppen. Jó néhányan jöttünk vissza, és így otthonba fogadtak minket, már létezett az otthon. És én rövid ideig tényleg abban az otthonban voltam, egészen rövid ideig. Azért mondom ezt a rövid időt, mert nyilván értesítettem nagyon hamar. A 30 kilométer távolságban lévő Tordán az életben lévő rokonaimat, aki nagyapámból állt, aki még élt, nagynéném és nagybátyám. Nagy szeretettel fogadtak. De a szeretettel együtt járt egy nagyon kellemetlen dolog is, mint később rájöttem, az én hibámból, nem az ő hibájukból. Úgy kezeltek engem, mint ahogy kezelni kell egy serdülő 16 éves fiút, és engem rettenetesen zavart. Emlékszek egy csúnya jelenetre, mikor egy közeli, nem tudom már ismerős, hogy rokonról volt szó, a halála volt. Ami jó, hát nem érdekel? De igen, hát meghalt. Hát nem rázd meg? Hát téged nem is érdekel. Ennyire érzéktelen vagy. Nem tudták észrevenni, nem voltam érzéktelen. Még másfél év telt el, annyi halott volt ottan. Nem értettek meg engem, és én nem értettem meg őket. Túlzott szeretettel irányították, hogy egy jó túlélő legyek. Már régen túlélő voltam. Nagyobb tapasztalatom, mint hogy ők ezt elképzelték. Meg akartam nyugodni, nekem csend kellett, nyugalom kellett. És így kerültem össze egy lányjal, akihez elmentem, és a véletlen folytán egy csodálatos mestersége volt. Hegedülni tanult. Ő hegedül gyakorolt, én olvastam és tanultam. Annak a lánynak volt egy bátyja, aki felvételizni ment Temesvár az egyetemre. Néhány nap után egy értesítés, talán sürgőny érkezett a szülőknek, ez 47. januárban, valahol az utcán lelőtték. A mama, amikor látta, hogy ülök ottan, lehet, hogy nem sokat értett belőle, de annyit értett, hogy egy fiú jött ide, a halott fia, azt hiszem önként nem gondolkodott rajta, a halott fia helyett. Én meg láttam benne a már nem létező anyámat. Hát mutatok akkor én meg valami. Így né. Na, szándékosan nem tettem, ez soha aztán nem volt kimosva, nem akartam én kimosni, kivasolni semmit. Ez 70 így, ahogy volt a ládákban összegyűrve, ilyen piszkosan, úgy kellett volna kimosom? Nem. Nem, még itt van még a szám és ujj, és nem tudom micsoda. Na hát így van, így néz ki, amivel elszórakoztunk appeltálni néhány órán át, és ha megnézed jól, egy kicsit átfúj a szél. Feltéve, ha nem sikerült egy cementes zsákot találni, ami nagyon megvédett. Feltéve, alul. Tessék, alul, ahol lehetett, hátul, alul, lábra, abban lehetett. Az még élet valamennyire. Ebbe jöttél haza, hogy csak ezt hazahoztam? Hazahoztam, de mégsem. Egy amerikai katonanadrágba jöttem. Most még van egy két példány, aztán majd az egyiket visszatérjük. Ugyanebben a nadrágban, itt van a jobb oldal, igen. És milyen bő volt ez a nadrág, ami a bal lábamra sem megy fel most.
1947 őszén eljöttem ide a temetőbe, ugyanebben a temetőbe. Noha semmiféle halottam nem volt nekem itten, ismerősöm, rokonom, de csak azért jöttem, hogy gyertyát gyújtsak a lágerekben elpusztult szüleim, testvérem emlékére, és természetesen barátaim, ismerőseim, valamennyi osztálytársam, akik ott pusztultak el, azoknak az emlékére. Temetőrrel itten beszélgetek, és egyszerre mondom a temetőrnek, hogy micsoda nagy, hatalmas temető, ez már sohasem fog megtelni. Rám néz, és azt mondja, hát ki tudja, hogy mi lesz a sorsa ennek a temetőnek, és mint minden sorsnak. Lám csak nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt nagy harcok voltak itt a közelben, a feleken, rengetegen haltak meg, és egy csomó német katonát, SS-t és más katonákat, amelyek meghalt, egy üres helyet kerestek, itt a temető üres volt, néhány tíz méternyire temették el. Mélyen felháborodtam, hogy itten temették? Igen, itt a zsidó temetőben. A gyilkosokat egymás mellé azokkal, akiket megöltek, nem is gondoltam egy pillanatra sem arra, hogy itt a temetőben senki nem ölhettek meg, azok már rég el voltak temetve, nem számított, egy szinoníma volt, a fasiszták, a németek, az a fasiszták, a fasizmus, az német, ugyanazt jelenti ez a két szó. Ez volt abban az időben, őrült felháborodással távoztam innen. Most csak annyit akarok megjegyezni, hogy az évek teltével hogyan nyomja el a logika, a tudás, az értelem, az élet valósága a pillanatnyi érzelmeket. Nem sokára kezembe került Thomas Mannnak a Varázshegy. Elolvasom a Varázshegyet, nem sokat értettem belőle, de csodálatos nyelvezete volt. Utána a Jákob trilógia könyveit, isteni mesevilágba vitt engem, élveztem nagyon. Thomas Mann lett egyik kedvenc író, de mellette olvastam még Anna Zegerst, szerettem a színházat, elmentem és megnéztem Bertolt Brechtnek a darabjait. Feleségem Filharmóniában, már említettem, hogy Filharmóniában dolgozott, és elmentem a koncertekre. Beethoven, Bach, Händel, Haydn, hát ezeket vajon nem nézhetem. Nagyon vegyes érzelmeim voltak, nem filozofáltam, nem gondolkodtam, csak még eszembe jutott, német zenét, hát akkor én hallgathatok, vagy nem. És sokkal korábban éltek, később, de németek voltak. Aztán a későbbiek során még előfordult az, hogy fiam udvarolt egy kislánynak, hazahozza, bemutatja, olyan furcsa neve volt, Gerlinde, ilyen névvel. Aztán német kislány, nagy szerelem volt közöttük. Mi más tehettem volna? Áldásodamat adtam rájuk. Menjem egy német leányka le. És talán még hozzá kellett tegyem, akkor eszembe jutott hirtelenjében, hogy engem Otto Hermann nevű német antifasiszta mentett meg, aki 1939-ben tartóztatta le a Gestapo, és Buchenwaldban volt, ő szedett ki egy SS privilégiumnak a kezéből. Ő mentett meg. Így változott a gondolat, úgyhogy az idők elteltével világossá vált előttem, hogy a német az egy nép, és a fasiszta egy politikai ideológia, nem lehet összetéveszteni, aminek egyetlen következménye, hogy megmarad bennem, mondom mindenkinek, akármi történik veled, népeket nem lehet sem elítélni, sem pedig olyan tulajdonságokkal felruházni, amelyek nem állhatják meg a helyet.